Sziasztok! Legvárom vagyok, ez a Bastion 7. része. Az előző részben folytattam a upgrade-elést igazából Bastionbe. Hát utáltam azokat a pályákat igazából, mert túl erősek ezek a növények, azt gondolom. És akkor... És akkor következő állomásunk ez a Mount. Elfejtettem azt mondani, hogy ha ki is léptem ugye az előző részből, akkor ha visszajövünk, akkor még van esélyünk arra, hogy berakjuk a shardot és esetleg másik képletet upgrade-eljünk, más szeretnénk, és inkább a Lost and Found-ot upgrade-eltem. A Lost and Found amúgy rájöttem, hogy egy nagyon hasznos épület, mivel nem elég, hogy ilyen kereskedelem, hogy ilyen új skilleket tudok venni, meg potikat. Majd megnézem, hogy igazából nem mondom el, hogy hát végig is elmondom, hogy inkább mire jók ezek a potik. Ez például azt tudja, hogy Pain and Pleasure. Ja, ez easy, ez Isten. Ez ilyen, akihez lehet imádkozni. Ez, hogyha berakjuk ilyen imádkozásba, azaz megerősítjük a szintjüket a szörnyeknek, akkor nagyobbat tudnak sebezni ezzel. Ez meg, hogy ilyen védelmet kapnak a fizikai sebzés ellen. Ez is egy ilyen istenség, vagy mi. Ez egy poti, azt mondja, hogy... nem is rossz. Szóval életet kapok azzal, hogyha blokkolok a bullet shield-del. Azt mondja, ezzel meg életet kapok vissza azzal, hogy ütök, konkrétan lifesteal-t kapok, viszont mínusz 66% esély arra, hogy ilyen életital esik. Az mondjuk úgy nem annyira jó. Az 5% esély arra, hogy valami zelösszé tudok alakulni, hogyha leverek egy ellenfelet, és miközben ebben az előszbe vagyok, plusz 200% sebzést tudok okozni 3 másodpercen keresztül. Nem rossz, de az 500% az kevés, mondjuk. Stop szint. Ez up szint konkrétan, csak step szint. Milyen jó koktél lenne ebből, mondjuk. Ez meg automatikusan blokkol, vagyis visszacsap, hogyha valaki megsebez, akkor az konkrétan visszamegy egy sebzésre. Plusz 15% sebzés ellenállás. Plusz 100% sebzés, mikor counter blokkolok. A életpotik azok teljesen visszagyógyítják az életemet, és plusz 2-t tudok tárolni. Ez se rossz. Nagyon jó potik vannak. Ennek plusz 25% sebzés, mikor használom azt a titkos skillt, amit ugye a tonikkal tudok csinálni. És akkor vannak itt még technikák. Azt mondja, hogy... ez a... mi az? Folytató rajt technika. Ez konkrétan az, hogy így Burning Carousel, azt tudja, hogy pörögni tudok, miközben ezt nyomom. Az milyen jó.
Ezzel meg gyorsabban tudok ütni igazából. Még gyorsabban tudok a mezével. Ez mondjuk megveszem, ezt kell nekem. Úgyis azt használom. Azt mondja, ez a legsértőbb, most hogy is mondjam, a, hát úgymond a leggyengébb részet, a legkritikusabb részt találja el ez a pisztollyal a ellenfelen. Szóval ezzel meglövök valakit, és akkor rárakok ilyen bombát, és aztán így felrobban. Ez valamilyen területsebzős igazából. Hát ezt is megveszem, mert úgyis azt használom. Ez meg... Ó! Ezzel meg konkrétan így felrepülök az égbe, és akkor a levegőből támadok. Nem rossz képességek vannak. Viszont ez a plusz kettő... Ezeket inkább megveszem, mert ezek nagyon jók. Plusz 15% ellenállás, ez mondjuk nagyon jó. Ez kell. Meg ez is. És azt hiszem potit az bármikor lehet állítani. Nem kell ez a crit chance, ez jó. Ez is jó. Stray Fragments. Ez nem tudom, hogy mi igazából. De ezt inkább... Plusz 2 fekete tonik kapacitás. Még ilyet is kaptam. Ez, hogy túllek egy támadást, amiben elhaláznék. Mindegy, így jó. Így passz a tankossá csinálom igazából a karaktert. If you're feeling low, count on the buttery flavor of our own bastion bourbon. Jó, ez így. És akkor, na szóval, azt akartam mondani a Lost and Found-tal kapcsolatban, hogyha már így belekezdtem, hogy amit nem találunk meg a küldetésünk során egy pályán, cuccokat, azt itt meg lehet venni. Tehát úgy látszik, nem lehet újra játszani a pályákat, hogy megkeressem. Tehát konkrét, amit nem találtam nyersanyagot, az mindig lesz. Ez nagyon jó. Ez mondjuk nagyon jó. Még jó, hogy rájöttem erre. Igazából utána kellett olvasnom, de hát most ez van. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos kis épület ez. Igaz, hogy nem kerül olyan sokba, ilyen 150-200 körül mozog az ára. Na nézzük Mount Zend, mi lesz itt. Azért megpróbálom összeszedni, inkább nem akarok költeni. Can't rightly call Mount Zend a mountain anymore. Szóval nem nagyon hívhatjuk Mount Zendet már. There's no more mountains now. Már helynek. Egy béka van, ott egy béka. There's no place left for the beasts of the wild to go. A csém, hát itt nagyon jó, amúgy nem látok semmit szinte. Hajj már egy szar. So they figure they'll hold out right here. A slab of mountain the calamity forgot. Na, ez itt nagyon jó, amúgy. Csak van megint. Nem látok semmit az. Még már jobb, hogy kevesebbet sebeznek rám. Csak de utána azt a kurva békát, hogy... Na végre. Ugye béka.
nem lehet csak hátulról sebezni, azt tudja össze-vissza. Nem látok semmi, az ki, ott egy... Mondjuk lehet, hogy ide jobbet volna, akkor a lángszóró, hát akkor ezeket talán így fel tudom gyújtani az erdőt. Na, megint... Túl a szád. Köszönöm, hogy ezek nem tűnnek el. Ráadásul itt nagyon jó, hogy nem látok semmit. Ezt nem is tudom, hogy mit, hol van a hát. Ezt neked. We only found their little lair because they found themselves a little shy. Na, majd a kaktusz, hogy mi a szernyő. Én ilyen nagy dolgokat meg ilyesmit szerintem nem fogok venni. Good thing for those beasts, the calamity's leftovers. Már csak kettő cuccot kell összeszednem. Nézem, itt csak három cucc van. Ah, hogy ezt tudja. Mi az ilyen törleti sebzés a sotéval? Nem rossz, itt nem kellett volna megvennem. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. Ezek a bestiák mindent így elvettek, amit mindenféle cuccot felvettek, amit csak találtak. Hát az milyen, megakadt? Hát az meg ezt a szarra így harcolni nagyon jó. Béka. Még nem tudom, mi volt a neve, ananásság. The creatures of the wild, they've been building a bastion of their own. Mi jel ki te szar? Mondom már megint te. Jönnek már a növények. Több lett volna a lángszorú ide. Ajaj. Ez ilyen kicsi. Olyan likantropon a neve. Nem tudok oda árgyulni ezzel a szarral. Ezt milyen megölöm? Vaj, már meg te szar! Ezt mi, hogy már ki kéne szedni a problémát? Annyira jó, hogy ezek az időhúzó egységek úgymond. Az egyiket nem lehet csevezni, mert beúrkolózik, a másikat nem lehet csevezni, mert a feladat van. Vaj, már meg te szar.
Néztek vagyunk. Gyorsan szétszedem még. Itt lövöldözni fog. Hozzunk kellett volna inkább a lámszórót. Nincs, még el van rejtőzve a szar bokorba. Level 5. Nagyon jó. Még egy szintet léptem. És ott van egy... Mi a fene? Egy mozsár. Egy mozsár az új fegyver. Mi a pokol? Nem is rossz. Nézzük csak. Acceptable. Nem rossz, mondjuk. Főleg, hogy ilyen nagy területet le tud sebezni. Ez volt a második cucc, a harmadik cucc meg itt is van. What the city left behind, those beasts left for themselves. Na, jó. Mit tud ez a gramofon? Megkaptam ezt az acsit, hogy el kell érnem az ötös szintet. Ez valami zenét tud csinálni. Arzenálba cserélünk valamit. Nem rossz ez a mozsár. Viszont akkor maradok a pajzsnál. És ez, hogyha be is van a burkolózva, akkor is tud sebezni. Viszont van hiteli szinte. Jó az a mozsár. Azt kell mondjam, nem rossz. Jó nél tud sebezni. Faszom. Még hogyha ennek neveik azt, hogy mondjuk gyorsabban tud célozni, az úgy nagyon menő lenne. Igaz, hogy mondjuk közel harcra, mondjuk csak a kardon valami így hasznos. Ezt kapni. Those beasts been hard at work fixing up the place. Tetszik ez. Ez egy hasznos dolog. Igazából az összes fegyver hasznos, csak jól kell tudni kezelni. Ezt a hagymát lőjük ki. Jó az. Tetszik. Searching for cores and shards, just like we have. Így né. Haha. Mozsár, mindenki lelő. Ezt kap. Bum. Haha. Ez nagyon jó. Maybe they've thought about turning back. Just like we have. Na, túléli a támadásomat. Ez az. És itt is van a shard. Újjaj, két boss is van. Viszont ezzel hamar meg törölni. Ezt kap be. Hű.
Az a napraforgó, hogy mi nagyon tudjuk sebezni rájuk. Jó, vagy nem annyi. Jó, hogy kiraktam azt, hogy kevesebb sebzést kapott tőle. That's the way. That's the way. Ennyi. Mi kell csinálnia? Nagyon jó ez a mozsár. Tetszik. Erre kapnék még fejlesztéseket. Ilyen. Tökéletes. És mettünk is vissza. Tökéletes. We'll all be better off once the bastion is complete. Szóval mindannyian jobban leszünk, hogyha a bastion teljes lesz. Fix that thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier. És akkor mit lett ez a gramofonnal csinálni? Suppose it's true a little song can put things in perspective. És akkor itt zenét lehet rá kapcsolni? Jó, ezzel váltogathatom a számot itt a bestjönön belül. Akkor megkeresem a kedvenc számot. Na, ez a kedvenc számom. Ez az. Csak tudok-e venni új dolgokat? Jelenleg nem. Na és nem szarakodtam, most a templomot, vagy a oltárt nevezik bárminek, ezt fejlesztettem a sárból, és új isteneket is lehetett venni. Hát beaktiválom mindet, mert ne játsszunk már olyan gyengén igazából. Most ultra erősök lesznek az ellenfeleim. Hát nem tudom mire vállalkozom, de biztos nehéz lesz. Ugye nagyobbat tudnak sebezni, mivel folyamatos sebzést is tudnak okozni, regenerálni is tudnak. Szóval, ja, kicsit felerősítem az ellenfeleket, de legalább gyorsabban jön az, az XP, meg a pontok, úgyhogy hát kiderül majd mennyire fogom írni igazából. Hát Potiból vettem magamnak egy ilyet. Ez a Mendőrhead, hogy blokkolásnál kapik vissza életet. És tudtam fejleszteni a mi az Mortálon, hogy 25%-kal gyorsabban tölt vissza, és 50%-kal gyorsabban tud célozni. A másik 15%-kal nagyobb a crit esély, meg 25%-kal nagyobb a blast radius, ami hát, hogy nagyobb területre sebez. De szerintem így a jó ezt használni. Úgyhogy hozzában ennyi. Na nézzük következő pálya. Burstone Quarry. Te Mortalra? Ja, ott a challenge, hát persze arra is kell challenge. Mindenre kell, hogy legyen challenge. Kíváncsi, hogy mennyire fogom bírni. Azt mondja, itt három cuccot kell összeszednünk. Így imagine everything you need to build a city like Ceylandia. It takes hard work and planning, and it also takes a Burstone Quarry. Hát kíváncsi, hogy mennyire fogom ezt bírni. Na, gyorsan pacéloz, ez nagyon jó. De jó. Na, ez már tetszik. These Ura tunnels beneath the quarry must have softened the blow from the calamity. Same goes for its natives. Rattletails. Mi a franc ezek valami föld alatt? Madarak. És milyen gyorsak is. És még counterölni is tudnak a Istennek hála.
az mit nyújt? Jó lesz ez, hogy igazából gyorsabban jönnek a... az XP meg a... gémát szerintem. Főleg, hogyha egy olyan torna mentek meg, vagy mit. Azt neked. Rattletales ain't the worst of it either, but more about that in a little bit. Ez az is, szerintem csehol mit tudod. Most közelre már nem is tudok célozni, hogy gyorsan betölt. Nem is lehet ősebb sebez. De lehet. Ó, bocs. Bocs, haver, megzavartalak. Munkádban. Quora came with a lifetime supply of windbags. Windbags smaller than the naked eye can see are nesting in those rocks. Ezek itt dolgoznak igazából, bányásznak. Ezeket miért nem tudom kiszedni? Ó, baszki. Ezek nagyon jó, mert közel jönnek nekem négyen. Francba, de gyorsak. The quarry ain't exactly up to safety standards anymore. Hát ez az. Illetve ilyen szerencsétlen. But there was even more to it than that. Az igen, azt lelövik egymást. Jó, mindig jó nekem. Most szívességet tett nekem igazából az a kaktusz, vagy mi, sündisznó, leütte nekem azt a gázcsávót. Addig jó igazából, még egymás ellen harcolnak. Not only are these rocks a source of life, we found that the oldest ones remember things. Ez kap. Nagyon jó ez a mortál. Szinte egy lövéssel lesz a hogy az abban. Kurva szemgolyók. They're recording everything, all the time, taking it all in. Azaz, lőjétek csak egymást. Tessék, jó, besegítek. Besegítek egy más csávónak. No wonder all those beasts were drawn to the quarry. The rocks were calling us. Ezt a hülye békát ki kell szedni, minél ki tud jönni. Most ez meg úgy döntött, hogy megtámad. No, aranyos. Változik a terep is, ahogy megnyomom ezt a gombot, hogy mit. Ennyi. Keeping the quarry free from pests turned out to be a problem. Csak ezt kisedett végén a támadását ennek a szarnak. Windbags tended to the rocks, so we had to keep the rattletails at bay. Rattletails kept tunneling in to snag on windbags. Három tárgyként nagy legyen, de... és ott is van egy csomó szemgolyó. Without those windbags, the quarry might not have its special qualities. Szóval windbagek nélkül, szélzsákok nélkül a bánya nem benne olyan érdekes. Now why would the Ura sell off such a... bocsa, megzavartak a majd. Utána az
kell még a bányába is reményeket tartani. The Ura always were a superstitious lot. Még hogyha ki is hagyok, legalább meg tudom venni idővel, úgyhogy... Ez kap egy sündiszt. És kiblokkolja, nézd meg, az Isten közével. Ez durva, hogy még blokkolni is tudnak. Szerintem gyorsabban is lőnek, meg mozognak. Nem de utána azokat a kurva szemgolyókat. De nem is bírok ezzel a védekezni. Közel arcba nem tudok vele bocsátkozni. De a mortálon ki nem fog tudni. Those rocks, all polished to a mirror sheen. Mindenhol csak ez a kurva növény. The largest ones, you know as cores. Na jó, ez, hogy blokkal is tudok mi az nyertet tölteni. Single core can keep the lights on in an entire city district. Let's go. Hol hagytam ki valamit. De durva, hogy még életet is tudnak tölteni vissza ezek a szarháziak. Ó, bazd meg. Valami, és nézd meg még a napraforgós levédi. Szafény, az meg. Legalább egy cuccot felszedtem, a másik nem tudom hova lehet. Gyere, kell jönni. The smaller ones, we call them shards. Azokat miért nem tudom kiszedni, azokat a kurva szemgolyókat ott a... The shards got a fraction of the force power. Szellem csávók, hogy mi ez? Szellem csávók segítenek. Bocs, hogy megzavarok, haver. Mi a franc, még elviszi magával? Ez az én kristályom. Még ellopja. Ezt neked. Még ellopta a kristályomat, baszki. Ez mi a szar? Nem is tudtam, ilyet is tudnak. Na megint te. Ilyen... dinnyeseg. Na mi van, nem tudod kivédeni? Well, now the quarry's all dried up. These rocks are much too young to be of use. Még két cuccot össze kéne szereznem. Elméletileg. Remember how I said Rattletail's like the worst thing in the quarry? A boss fight. That honor goes to a beast we took to Colin.
Sir Lunky. The massive thing stomped many of our bodies. We just couldn't get rid of him. The only thing harder than the rocks burst in war is Sir Lunky's head. Közben még ezek is. Mi az a béka? Beakadtuk? Addig jó, még oda beakadok. Akkor kilöv minden. És ott is már tudsz. Jó. A másik tudsz az meg csak akkor kaptuk meg igazából, hogyha visszatértünk a bestiumbe. Már csak ezt a hülye békát kell kiszedni. Mi a franc ez blokkolandó? Ezt nem is lehet sebezni. Baszki. Ez csak ez a harcba lehet sebezni. Lehet, hogy ez csak ez a harcba lehet sebezni. Baszki. És meg a védelmet is. Még az a Silent Wood. De lehet sebezni. Bazd meg. Na ez már boss fight. Jó, jó. És még egyet is regenerál vissza. Jó, beakadt oda. De miért nem sebző? Ezt nem értem. Így ezt most csak előről lehet sebezni. Ezt most csak előről lehet sebezni, nem hátul. Most már értem. Ez pont fordítva működik. Nem tudom, hogy így. Hát de még folyamatosan regenerálja vissza a HP-je. Nagy nehezen, de megöltem ezt a szarházi varangyot. Nem tudom, minek nevezzem. Ananás segget. Igazából ki lehet cselezni azzal, hogyha mondjuk ide nagyon kijönk a szélére és rákugrik, akkor így be lehet ugrani a szakadékba. Amúgy muszáj volt kikapcsolnom az isteneket, mivel nem tudtam egyszerűen megölni. Olyan HP regénye volt, hogy nem lehetett akkorát sebezni, hogy megöljön. Szóval kb. Lehetetlen volt. Mivel... It's him. És itt is van. Come to warn you, he says. Azért tudom, hogy figyelmeztessek téged. The bastion is under siege. Let it fall. You should not go back. Azt mondta, hogy a bastion támadják. Hagyd, hogy elbukjon. Ne menj vissza. Kid hears him, but he ain't about to be deterred. Szóval a gyerek hallotta őt, de nem érdekelte. If that's the way it is, he says, then I won't stop you. So ezt az utat választottad, hát akkor nem állítalak meg. Because my countrymen will. Mert az embereim fognak. Na. Próbálja. Say what you will about Zulf. But he's a man of his word. Ojaj. His countrymen don't much care for pleasantries, though. Too bad for that. To mercy. Ja. A különböző bestiát is levertem. Mi volt ez a ninja? Zulf showed him the way here.
And here they came to take revenge. Zul, azt mondta, hogy baj. Azért jött, hogy bosszút álljon. Ezek a ninják. Ezek eléggé durvák lennék Isten módba. Hát, hogy olyan... Ajaj. They got inside the bastion. Még stealth-be is tudnak menni. Kids gotta go in through the back. Most eltűnt? I should have told them sooner about all this. See, the Bastion's no mere safe haven. Big surprise, right? So the Bastion most már nem annyira védett hely. Nem meglepetés, mi? Harbita. To make matters worse, seems the Ura took the girl. Ez mit csoda? Ja, ez izé. Mi az Ziának a hangszere. Most elrabolták Ziát is? Szarháziak. Ezért megbűnődött. Unfortunately, they broke in, and they started digging their hole. Szóval betörtek a festcsőbe. Most itt vannak a petjeim, akik segítenek nekem. A pika, a kis takony. De jó. Szóval ezek, ezért jók ezek a betegek. Segítenek farmokat. Ez az. Verjük vissza ninjákat. Aranyos állatkák vagytok. Jár a jutalmat. Lepáncsáltuk az állatkáimat, hogy szarhában. Az enyém. Gyertek. Somehow, some way, he sends those Ura packing. Problem is, it didn't matter. Zulf's plan worked. Szóval visszaküldtük ezeket a ninjákat, de nem mintha nem számítana, mert Zulfnak a terve működött. Then I tell him why the Ura came. To get us back for the calamity. Ha azért jöttek ezek az urák. There was Ceylandia's master plan to wipe the Ura out. But part of that plan backfired, didn't it? Ha. If only Zulf knew the whole story. Csak Zul tudná az egész sztorit. Szóval azért jöttek ezek az urák, azok a ninják, Zulf emberi, hogy visszaküldjek minket ebbe a balsorsba, hogy minket is el akarnak itt pusztítani, meg elátkozni. Hát ez az út nagyon köcsög. És most nem is tudok használni semmilyen épületet, mert mindent leromboltak a rohadt ninják. Legalább a petjeim megmaradtak. A kis állatkáim. What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. Ja, elrabolták Ziát. És most be kell helyeznem. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. És akkor most behelyeztem a kristályt, ezzel így megjavult a bestion, és igazából ez az utolsó shard, tehát csak ezt tudom fejleszteni. The arsenal's complete, in case we need protection. Now all we need is one last shard. Már egy utolsó shardra van szükség. Hát van mindent felábrédeltem. És akkor kész egy achievement. The sanctuary. If we can build, we can rebuild. Hogy felépítettem mindent. The mercy. The windbags ain't the only beast that drew a bad. Na lassan kész minden achievement. Na, nagyon játék vége fele vagyok szerintem. És akkor szedjük össze ezt az utolsó shardot. Méghozzá a következő pálya az a Urzendra Gate. Na, beaktiváltam a Isten erősítését igazából. Csak kiszedtem azt, hogy HP regent kapjanak, mert az új látszik rohadtul erős, mert a bossa meg fog így jönni a bajom, hogyha kapok még. Úgyhogy inkább csak azt szedtem ki.
Na nézzük, hogy sikerül az utolsó shardot is összegyűjteni. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. Egy utolsó shard. And mother, what a mess it is. És akkor hátunk mögött hagyhatjuk ezt a szemetet, amit csinálzunk. De gondolom el fogja lopni, vagy valami. Zolfs of the Calamity fail, and he's right. Ajaj, rendes puskások még. És teleportálni is tudnak ezek a puskások. Ajaj. Kemény fából faragták ezeket a puskásokat. Szamuráj, puskás. Minden van itt. Mégis inkább szívesen küzdök ezek ellen, mint a hülye növények ellen. At the heart of the calamity was a simple idea. Never wanted to go to war again. Wanted to rule it out. Ez neked hülye. Fénko. Egyes kellett volna törzselő. Ebben. Ja. Bokrokban ugye van néha rejtő, hogy látsz ki ilyen kis gyümölcs, amit így felszedek, és akkor életet kapok ott is. Ezek a zöld kis cuccok. Hülye bék, annyi rúgtállak. És még counter-ről. Ne counter-ről, ilyen tény counter-ről. Jaj, de rúgtállak. Nagy kicsit ez a béka, komolyan. Hát beszarom. Na végre, dögölj meg, hülye béka. We put a lot of folks against that problem. Scientists, soldiers, spies. Öcsém már megint? Miért csak ezek a hülye békák vannak? Cuccot lehet összeszedni összesen. The salt solution is far beyond the city. Travel near as far as the kids go. Ezek ilyen napokat számlál, vagy mi? Mi volt eddig? Reggel, afternoon, reggel. Reggel este, reggel este. Érdekes. Ilyen napszakokra van azt, vagy a pálya. Na. Ezt lehet leszedni. Jó. Ó, már megy egy ilyesz. Köszi a potidat. Mi ez a jelzés? Oly, ninja. Milyen ninja? Hogy az a szentséges? Mortál nem jó idő annyira szerintem. Túl gyorsak ezek. Gyorsak ki tudnak térni előle. Most of our efforts didn't bear fruit. Ez az, micsoda counter-t mondtam rá. Ezek ellen legalább jobb küzdeni, mint a hülye növények ellen. Meg a békák ellen.
Then there was a breakthrough, but it didn't come from one of our people. Az anyját. Itt van egy cucc. Ez az. Lokkolásra is lehet nyerni. Something fancy, és egy something wrong kell még ide nekem. Így, né. Vérekezésre is lehet támadni. Ki mondta, hogy nem. Jó, hogy kirogtam ezt, hogy védekezéssel kapok pálfát éregent. It came from an Ura, a brilliant young scientist named Venn. Szóval az Uráról jött egy brilliáns tudós. Venn worked for the Mancers, the sharpest knives in the city's gold. Harmadik naptask. Hova tűnt ez a ninja? Ott van. Hát ez... az anyját. De gyorsan támad is hirtelen. With his help, the Mancers devised a way to seal the Ura tunnel shut in a flash. Just like that, every last Ura living in the Tassel terminals. Harmadik nap éjszaka. Ó, de kis szemétbáza. Rat ninja. Az igen, hogy lekántöröltem. Gyere, támadjál! Mi jó, hogyha támad, akkor lesztannolódik. Ez az. Így kell ezt neked megölni. Védekezéssel. Nagyon jó ez, hogy a védekezéssel le tudom stannolni őket. El tudom kábítani. This discovery was never to be used, they said, except as a last resort. És a negyedik nap mi történt? Azt kihagyta. Ilyen fokfáncsok. Az igen. Támadják a ninjákat is. Támadják a ninjákat is a fokfáncsok. Mi van, nem robbansz fel? Mi a szemes geci? Jó. Sok kristályt szétszabdaljuk. Így mi? But Venn didn't like being manipulated. He had plans of his own. Ajaj. Na mi van, nem támadtok? Na akkor így kilövöm őket. Mi vagy sebez így védekezésbe is ez a... ez a mortál. Something wrong. És össze is gyűjtöttem az ez a pályán a cuccokat. Nem kell többé figyelnem. Country. Mi ez? Ó, oh, felfedeztem az összes helyet. Vagy valami ilyesmi. Hatodik nap. Ú, de havazik. Hol vannak a ninjak? Imagine how Venn must have felt when they finally made it on that trigger. Már puskás is van. Félem, hogy ez ugyanaz, csak tud puskát is, meg sotit is használ. Ezek szegy. Havazik a kristály.
Ja nem, ugyanaz használja, csak más kinézőpontból, nem tudom. Miért én ezt tettem össze? 7. nap. But remember, the Bastion can fix everything. We just need that shard. De emlékezzünk, a Bastion mindent meg tud javítani, csak kell az a shard. Gyere, támadj rá! Azért! Ennyi. Legjobb védekezés, legjobb támadás a védekezés. Nem legjobb, legjobb támadás, vagy? És itt az utolsó sár. És most sem valami boss fogadjuk. Too bad the Ura ain't exactly been willing to collaborate on that front. Erre volt egy nagy ninja. Mit csinál ezek a fiam? Darumadarak vannak ezek. Ezzel le se tudom blokkolni. Ezzel muszáj így kigurulni, mert nem tudom leblokkolni. Támadásokat. Nem már innen hülye madár. For now, kid had little choice but to pick up where the calamity left off. Ez a gyereknek kicsi az esélye, hogy megtalálja a sárdot, amit ellopott az a nagy ninja. First things first though, there's someone we figured needed rescuing. See ya. A legfontosabb, hogy még Ziat is meg kell menteni, ugye? The Ura fell back, no doubt planning the next move, but we knew ours already. Az Ura elmenekült, de mi tudjuk a következő lépéseinket. És akkor... There's something we had to do before going after that last shard. Következő meg ez a Zultan's Hollow lenne. Jó, már lassan vége a pályajátéknak amúgy, ja. És ott meg fogom menteni Ziát, úgy látszik. Na de innen fogom folytatni a következő részben. Azzal, hogy akkor, hát szerintem következő lesz az utolsó rész. Úgyhogy, akinek tetszett a videóhoz, nyom egy lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő, egyben utolsó részben. Addig is, sziasztok!